Na és akkor így gyönyörűen látszódik, hogy az Alfa Romeo Landék le lettek fejlesztve, mint az állat. A Haason rengeteget hoztunk, a McLarenen rengeteget hoztunk, a Red Bullon, a Mercedesen, a Williamsen. A Williams megint nem hozott teljesítményfejlesztést, teljesítménynövelő fejlesztést. A Ferrari óriásit fejlesztett, az a Ferrari, akik már kétszer nyertek idén. Aston Martin semmi. Hát meg a Mercedes ugye a Red Bull picikét hoztak. Hát meg az Alfa Tauri zárkózik, persze tartja lépés, próbálkoznak, de... Ejjjj, gyönge. Na nézzük részlegenként mi újság van. Aerodinamika. Hát az totálisan igazából egy húron pendül a mezőny. A nagy része. Annyi, hogy itt majd talán a leszorító erőt kellene fejleszgetni. Talán, de nem biztos. Elkészült ugye a súlyelosztás fejlesztésünk, bomba fejlesztés. Karosszériába. Na ez az a részleg. Ez az, ahol az egész mezőny totálisan egy szinten van. És akkor a motorerő. Na hát igen, itt van a nagy gebasz. Itt vagyunk nagy slamasztikában, és ezt kellene majd fejleszteni a jövőbe villám gyorsan. Méghozzá az ERS-t. Szerintem ezt Kanadára ki is pöcköljük, de méghozzá úgy egyébként, hogy majd Monte Carlo-nak az időmérő edzés előtti részébe fogunk csak fejleszteni, mert úgy tűnik, hogy közepes fejlesztést, mint ahogy például ez is, ezek bőven elkészülnek, el tudnak készülni Kanadára. Még ő is, pedig ez elég nagy fejlesztés. És akkor meglátjuk, addig ugye most így picike fejlesztési pontot lehet spórolni megint csak. Ez azért jó. Egyébként meg a probléma, az egyik probléma az versenyeken, hogy idő előtt fogyunk el. Kurvára idő előtt. Ahogy megyünk előre, drasztikusan, oké, hogy most Miami-ba például gumi hátrányba voltunk, tehát ugye ahogy megyünk előre, nyilván egyre inkább megy lefele a lejtőn a lágy gumi, közepes gumi sokkal szembe, de ha jól emlékszem, Azerbajdzsánban gumi egyenlőség volt, és ott is körről körre egyre jobban mentek el tőlünk. Nyomtuk, mint az állat, nyomtuk, de semmire nem mentünk vele. Egy nagy lószar volt az egész. Úgyhogy lehet, hogy, most ezzel azt akartam mondani, hogy lehet, hogy inkább a gumikezelést kellene javítani. Elgondolkodtató. Inkább először ezzel kellene foglalkozni. Mert mi más, nem? Mi más lehet? Vagy esetleg a leszorító erő, amit kellene húzni. Hát szóval, nem tudom. Meglátjuk még ezt. Lehet, hogy megvár. Imolát megvárjuk mindenképpen, tehát... Itt fölösleges fejleszteni, talán, hogy annyira nem, mert hogyha emellett tesszük le a voksunkat, akkor itt már szabad edzések után el kell indítani a fejlesztést. Na jó. De majd még erre visszatérünk. Oké. Jól nézünk ki. Szuper. Kezdődjön akkor a szabad edzés. Hát Gergő, szerintem itt az kavart be nálam, hogy nem olyan régen jöttek a szabályváltozások. Ezt nem felejtsd el, ezt kalkulált bele. És az reszetelte ugye a gyári fejlesztéseket. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. A gyárihoz is hozzányúl. Aha, teljesen reszeteli. Hogy max egy fejlesztés marad? Valami ilyesmi.
Jó beállítást töltöttem be? 30-28. Itt Imolába jól szoktuk menni, én úgy emlékszem. Kifejezetten jól szoktuk menni. Ugye? Igen. Jól, köszönöm szépen, Lion. Meggyógyultam, igen. Igen. Tegnap még éreztem meg, úgy nehéz volt olykor beszélni. És hát úgy köszörülgettem a torkom. Néha még azért úgy kell. De főleg, ha rá gondolok. De úgy összességében... Már tegnapról mai napra is. Hát de már egy, szinte majdnem egy hete már tényleg bármit tudok csinálni igazából. Napról napra jobb vagyok igazából, mert napról napra inkább ugyanazt érzem, mint ami volt a betegség előtt. Úgyhogy tök jó. Tehát kuráltam magam rendesen. Nyomtam magamba a homoktövist. Fölöltöztem. Hűtőfürdő. Napi kétszer. Azon nyomtam ezerrel. Két nap után igazából már nyomokban sem volt láz, lázam. Csak kurvára gyenge voltam. Óvatosabban a klímával. Jó, jó, persze. Ja, így, aha, jó az, amit mondasz, Gep. Igen, jó, jó, jó ötlet. Jó lenne, persze. Hát én ezek... Ilyen ötleteket csak díjazni tudom. Ami színesebbé teszi a játékot. Már általában a játékokban úgy szokott ez kinézni, hogy minél színesebb a játék. Az csak egy ilyen... fals érzetet kelt, hogy jaj, de színes ez közben, meg... Kurvára nehéz kreatívnak lenni, vagy csak azt az érzést kelti, hogy igen, itt nagyon bármit is megcsinálhatsz, de közben meg kurvára csak egy dolog éri meg. Miután megtaláltad a metát. A nagyon-nagyon ritka az, amikor egy játék úgy van felépítve, hogy több ment a dolog van. A játékos függő az, hogy kinek éppensége mi a meta. Hát eddig elég ramatyú megyünk. Szia, Kevin! Szóval erre a nagy díjra javult a súlyelosztásunk. És a légellenállásunk javult. Ezek nem kis fejlesztések voltak, hát ilyen kis közepes fejlesztések.
Hát öregem, óriási a gumikopás. Ezt alig megyünk. Hát mi folyik itt? Hát ez nevetséges. De megint ez van. De nem lehet megcsinálni a lilát, gyerekek. Tudjátok, mit fogunk csinálni? Az, amit az előbb mondtam, az előbb pedzegettünk. Gumi kezelés fejlesztés lesz, aranyapáim. Az bazd meg! Az. Most döntöttem el. Hát... figyeljetek ide! Hát te nincs igazam? Hát szemmel látható! Hogy itt valami nagyon nem oké. Hát ti tudjátok, hogy kéne venni? Mintha tojásokon lépkednénk. Egyrészt, másrészt meg kurva gyorsan. Most ezt a kettőt ötvözni. Hát nem vagyok Jensen Button. Nem is szeretnék az lenni. Lehet ez a baj. Úgyhogy... na, Perez. Meg akar ölni. Szigarolynak. Visszahoznád az öt lépcsős RS-t? Akkor lennének RS motormódok legalább? Mert most csak az előzés gomba? Persze, simán jöhetnek. Így van. Minél színesebb, annál jobb. Hogyne. Hát meg motorfokozatokat is be lehetne hozni simán. Simán. Miért nincs ilyen? Szóval való életben is állítgatják az autót. A üzemanyag keverék mennyiséget, vagy nem tudom már mit állítgathatnak. Ezt állítgatnak minden lószart. Menet közben. Meg amúgy is! Fölösleges azzal érvelni, hogy való életben nem lehet állítgatni a motorfokozatot időmérőn, meg versenyen. És mi köze van ennek a játéknak a való élethez? Nem? Hát ez csak hasonlít a Forma 1, a valós Forma 1-hez. Ennyi. Ennyi. Kár itt ilyenek kell érvelni. Hozzanak bele minden lószart, az kész. Ezt majd mindenki maga eldönti, hogy akar. Valaki meg multizni akar, meg ligázni, meg esport, meg a tököm tudja mik vannak. Ott meg akkor legyen ez állítható szintén. Ez olyan legyen, mint... amikor kikapcsolod a Lix segítséget, az ABS-t, vagy bármi ilyesmi. Az RS-t is ugye lehet automatára tenni, meg manuálisra. Ami tök jó dolog. Aha. Ja. Na. Hajrá. Ó! Ja voltam, nem kellett volna kijönni. A mindegy. Állítani akartam a gubin. Én nem érzem olyan... parapósnak az autót. Nagyon-nagyon koncentráltan kell vezetni ezt az autót. Nincs. Nem érzem azt az autóba, hogy... ha kicsit lazán vagyok, akkor... gyors az autó. Ez csak akkor lesz gyors, hogyha nagyon jól vezetem. Az meg elég rossz dolog. Szerintem. Bármennyire is furán hangzik ez. Tengelytáv állítási lehetőség menet közben. Kas! Aha! Jó lenne, jöhet. Jó tanács az életre. Na! Jöhet Pabli amú. Hadd szóljon. A Budapesten vagyok a Forma 1 hétvégén. Na. Mi jó történt veled? Nem menjek inni hollandokkal és britekkel? Miért? Ja, hát lefejelném őket. Mert meghal a májad. Jaj, hogy miért ezek úgy tudnak inni? Nekik negyed annyit minden is, mint külföldön. Aha. Ezek nem isznak, vedelnek. Úristen. Húj. Szia, Marci.
Jézusom! Halálfélelmem lett hirtelen! Hamilton interjú? Nem. Mondjad, Bro, mi történt? Mit nyilatkozott? Szarházi! Okay, test complete, and that was a really good job indeed. You got a lot of valuable. Azt kell, hogy nehézkes felmennek folykor a dolgok. Nem, bro, nem. De mi volt valami történt, volt valami érdekes interjú, vagy... Vagy miért olyan nagy dolog ez, vagy... Miért mondod ezt? Ezeket az exkluzív interjúkat. Ha a Duna alkoholos lenne, meginnák azt. De mi ennyire szeretnek vele inni? Alkoholizálni? Ja, értelek, bro. Aha. Ja, jó van, oké. Okay. Azt hittem, történt valami. Fabriabó, jó van. Hát részvétem. Jó pihenést, jobbulást. Szia, fujom. Oké, bro, rendben, köszi. Nem néz ki rosszul egyébként ez a harmadik hely. Többiek eléggé gyengén teljesítenek egyelőre. Nem rossz az autó. Jó, jó vezetni, megint csak. Nagyon király. Jók ezek a karosszéria fejlesztések. Andy azt mondta, hogy top 5-6 a cél. Ja. Az jó. Hát igen, én egyetértek vele. Korrekt. Hát ez a jó. Jól beszél az öreg. Az volt a legnagyobb baj, Hamilton első lett. De miért? Ja, megláttak és boldogok lettek. Ez közöd nincs hozzá. Azt hitték, hogy óriási Hamilton Mercedes fan vagy. Aha!
Átverted őket. Ja, na, szép. Gyönyörű. Megmanifesztáltad őket. Szia, Balú. Hogyan lehet azt beállítani, hogy legyen meghibásodásod? Hát valahol a beállításokban van ez. Career settings talán. Igen, ott legalul. Standardra van ez téve? Mi van? Hát miért van ez standardon? Vagy ez így volt az elejétől fog? De nem alacsonyra volt ez rakva? Hello. Most komolyan. Gyanús. Nagyon-nagyon gyanús. Na de közben. Jöjjön akkor a kopott gumis versenystratégia. Szerintem Sargent mikor lett világbajnok? Idén vagy már csak jövőre? Hát, figyelj. De mibe? Forma 1-be, vagy bevásárlókocsi tologatásba, vagy mibe? Mert bevásárlókocsi tologatásba lehet már idén is. Óriási versenyző. Sargent. Éljen az amerikanizmus. Amúgy esküszöm, nem tudom mit gondoltok róla, de szerintem Latifi simán jobb volt, mint Sargent, nem? Egy izgalmasabb versenyző volt Latifi, mint Sargent. Komolyan. Igen, ki. Köszönjük szépen! Nagyon komoly interjú! Ja, jól tetted, jobb a békesség, Pabli, amúgy így van. Jól csináltad. Kurva anyádat már.
Miért ilyen ingadozó az autó teljesítménye? Jó büdös életbe. Össze-vissza. Ez az. Hát a gumi az ingadozni is fog. Azzal nincs gond. Jó tartományba mozog. Ez tényleg jó. Kopás. Na, a kopás az viszont már annyira nem jó. Az kifejezetten rossz. A francba. Leteszteljük azt, hogy milyen a gumi kopás. Amúgy. Fel lehet tesztelni simán. Vagy ne szórakozzunk vele. Hát... Latifi... Igen? Hungaroringen 8. volt. Előrébb végzett, mint Russell. Hát ennyi. Nem küldik el, lehet a bajnoki címét lenne most. Tábla. Szerintem nincs tábla. De köszi. Vagy volt tábla? Nem volt tábla. Ne ijeszgessetek. Hihetetlen. Ja, már nincs. Ferrari motorhome-jába nehéz bejutni. Ja, Istenem. Remélem a Ferrari most is elszórakoztat bennünket majd. Kurvára kíváncsi ezek, mit fognak megint nyújtani. Jajajajajaj. Hány csapatfőnököt fognak elfogyasztani ők a következő 5-10 évben? Míg ez a vezetőség van. Már most kéne egy fogadást kötni erre. Szerintem egy 4-5-5 simán. Következő 10 évben ilyen 2-3 évente váltani fognak majd körülbelül. Hát attól függ persze, lehet, hogy egy-két csapatfőnöknek az élettartam ugye megnyúlik. Ha lesz egy kis javulás, akkor előfordulhat. Micsoda csapat? Ferrari! Ferrari! Ajajajajajajajaj, Istenem! Schumacher idejében mekkora tekintélye volt ennek a csapatnak. Ez mióta, nem is tudom, mióta Vettel odament. Azóta egyszerűen... brutálisan. Olyan szinten lejtő. Hát ha nagyon vissza akarok gondolni, akkor már Alonso-nál se volt minden oké, szerintem. Schumacher óta lényegében, lejtő. Inkább így. Ja, abszolút-e. És az a Räikkönen-féle bajnoki cím, hát az meg... az meg csoda. Ó, de hülye marha voltam. Hát nem mértem le a végsebességet. Istenem! Komoly! Sza meg! Ennyit mennek a többiek? 305? Ha? Hányadik lehetek? Hát utolsó biztos, hogy nem. Az már mondjuk nem olyan rossz dolog. Á, de mondjuk nyomtam az RS-t, mint az állat. De csodába lehetne kicsit megregulázni ezt az autót.
Okay. Szerintem... Mi legyen? Farkas szemet nézzünk akkor? Szerintem igen. Az kéne. Nem az izgalmas lenne. Vagy ne? Ha nem muszáj. A rend kedvéért menjünk biztosra. Biztosra megyünk. Időmérős tempó. Gyerünk. Három gyors kört megyünk. Aztán jöhet az időmérő. Nincs igazam? Simaliba. Simaliba. Gyerünk. Fogadunk egy 5000-esbe, hogy nem lesz konstruktőri bajnok idén a Ferrari. És ez nekem mi van? Hát persze, hogy nem lesz. De most ez most mi van? Tehát, hogy te mondod azt, hogy nem lesz? Én meg azt mondom, hogy... Ne, hát hogy a... Még vízből se fogadnék. Ez nem érné meg. Az a baj, hogy ez még izgalmat se hozza. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Látta dolgozni Vassört? Te becski Ádám. És az mit jelent, hogy dolgozni? Mit dolgozott? Fűrészelte a pultos sajt, vagy mi? Egy csapatfőnök ilyenkor mit tud dolgozni? Zocskom, látta dolgozni. Hát, egy Forma 1-es hétvégén csak dolgozik. Akárhova megy, dolgozik. Látta dolgozni. Mi? Ja, egy laptopot nyomkodott. Aha! Na, az nagyon durva. Micsoda előrelépés a Ferrari-nál. Ez a csapatfőnök dolgozik? Nyomkodja a laptopját. Lehet passziászozott! Istenem! Vagy aknakereső. Régi módi. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them.
Jók lettek a fejlesztések. Szia, Matykosz! Hoppá, hoppá! Múltkor olvastam egy óriási cikket. Azt taglalták a cikkbe, hogy Vettel a valaha volt legnagyobb póker a Forma 1-be. Nem tudom, láttátok? Ja, akkor jó, neked van kifogásod, Pabli Abó. Fel vagy mentve. Pár propaganda. Nem tudom, ez van. Jézusom! Na, Heki, akkor ezek szerint te láttad a cikket. Aha. Sokan kritizálják Sebastian Vettelt, és azt mondják, hogy ő a valaha volt legnagyobb. Szóval, még egyszer. Szóval sokan kritizálják Sebastian Vettelt, és azt mondják, hogy ő a valaha volt legnagyobb kókler Formula 1-ben. Az utóbbi időben sok hibát és balesetet követett el, amelyek megkérdőjelezik a képességeit a pályán. A német pilóta korábban világbajnoki címeket szerzett, az elmúlt szezonokban kudarcok és a viselkedése miatt több kritika éri, amely kétségbe vonja korábbi sikereit és hírnevét a sportban! Ott van! Ott van! Így van. Úgy van. Úgy bizony. Köszönöm szépen. Hogy kiírta a cikket? Hát, ezt hagyjuk. Emétor. Hogy még ütősebb legyen Emétor. Felkiáltója kormány. Wifi. Véletlen nem a ChatGPT szabad sajtót olvassuk? Nem tudom, lehet. Hát csak annyira le volt ülve a hangulat. Nem igaz, mindenki alszik a cseten. Nem gondoltam, bedobok egy bombát. Hát... Azért néhányan ráugrottatok, mint Amerika kapitány. Ő gyerekek. Okay, when you're ready, let's go. Hát azt aláíratjuk, hogy nem egy kártékeján szint, igen. Azt azért úgy. Igen, szerintem ebben nem nagyon, nem sokan vitatkoznánk. Így van. Ja, most fent vagy, hogy a futam alatt jól tudjál aludni. Azt a mekkora taktika. Okos. Okos. Ez szép. Jogos. De most készüljél, mert most mivel magyar nagy díj van, ezért többet fognak ordibálni majd a kommentátorok. A semmin. Úgyhogy... Szívesen, boxer. Én szóltam előre. Így van, Altrekon. Az a kérdés már csak melyik lőállásban van a pampa. Fejezd már be, párduszka! Le leszel fegyverezve mindjárt lőállásoddal együtt. Lőállás. Hova lőállás, apukám? Kapod mindjárt a sajtos tejfölöst. Azt leskelődsz utána. Leskelődnél?
Hol a párduc? A párduc az semmit nem csinál az elmúlt időszakban. Semmit. We've only got two laps of fuel left. Úgyhogy nekem itt a párducka ne nagyon pattogjon. Na gyerünk. Áskacok, én úgy látom, érzem, hogy gyorsak vagyunk. Hova túr ki? Gászli engem? Ha hova? Hova túrt volna ki? Ha majdnem megölt Azerbajdzsánba. Na úgy, ja. Hú de nagy erény! Hú de nagy! Azt a mindenit! Majdnem megölt! Te meg el asszisztálsz, párducka! Vegyél vissza! Ha ezt látod már késő. Jó tette. Volt, aki megkérdez, hogy Hamiltonnak szurkolsz-e, mert hogy az ő új monsterét iszod. Van új monstere? Na. Hát nekem egyik sem íz lett. A piros fekete az milyen volt? Az ilyen semmilyen. De... Ja, most már iható. Cukormentes. Na. Asza. Nem szeretem a cukormentes hülyeségeket. Kékes valami? Aha. Hoppá, hoppá. Én múltkor ittam... valami dinnyéset. Az egész jó volt. A cukormentes volt szintén. Ja, az az aszpartám, az nem, a, nem, nem túl jó. Igen. Ja, de... Na... Ja, vágom, miért mondod. Ez nem jó, nem jó cucc egyébként, az ilyen. Ez a Emilia Romagna. Milán, Imola.
kétszer romlott el a pedálod, és akkor mi teljesen újat küldenek, Gap? Hát ha teljesen újat küldenek, add el. Ez kész. Vagy hát nem tudom meg, mennyire lenne ráfizetős a buli, persze. Hát igen, ez nagyon fontos szempont, fasírozott, így van. Hát azért úgy elkapott te ott mindig a lényeget, így van. Hát ez így, ennyi. Fasírozott, az ki. De mikor voltál, volt már olyan, hogy nem voltál résen? Ugye? Apukám, mi a technika? Mi a titkod? Nem árulod el, mi olyan vagy, mint Copperfield? Titkolózol, bűvészkedsz. Jobb vigyázni veled. Sok zöldség. Ja, jó. Jó van akkor. És ez mit is jelent? Aha, jó. Menjünk még egy gyors kört. Megy a franc. Figyeljetek, szerintem jók vagyunk. Jöhet az időmérő. Én úgy érzem most, hogy én most bárkit meg tudnék csapni. Bárki. Valaki nem akar egyet verekedni velem? Most úgy benne lennék. Hát, még szép. Gerid, nem, ez nem hajléktalan szálló. Se a csapat, se az otthonom. Hát hova gondolsz? Nem akarlak megszégyeníteni, Pabli, amúgy, nem. Gorsodva észlevi. Mióta? Hát, hogy, mi van? Hiszen múltkor Pesten bulisszál. Ha hogyan vagy te Borsodba most akkor? Régóta. És akkor Pestre jársz föl bulizni? Hétvégente. Hey, asta! Most ez hogy van ez? Néha. Hát ezt nem hiszem el. Öregem. Jó, de nagy csibész vagy te, Levi. Komolyan mondom. Te olyan vagy, mint én. Jó van. Borsodban amúgy tényleg sok bunyó szokott enni? Most viccen kívül kérdezem. Tényleg? Mész az utcán és akkor valakinek kedve támad egyet bunyózni, akkor hopp! Lekever egy sallert. Aztán másik vagy viszonozza, vagy elfut. Vagy hogyan szokott ez kinézni? Vagy ott nem box szokott lenni, hanem elő rántják a macsétát, aztán... Hisz-jasz. Tavasz. Sok a kéregető. Ne arra, hogy meg tudod mondani, mennyi az idő? Így? Hú, ez régen volt nagy divat. Kihívnak duelre. Ott ilyenre nyomják az RPG-t. Pontosan így van. Olyan kedve van. Csúnyán nézel rá, már neked állnak. Aszta. Ha meg nem nézel rá, akkor meg az a baj, mi? Baszki. Őrület. Vannak. Na jó, legyen akkor a gumikeszedés, szerintem. És akkor spanyol... Ó, hát spanyol nagydíjra ez, figyeljetek. Hát ez nagyot fog szólni. És komolyan mondom. Kettő nappal hamarabb készül el. Megfontolandó bevállalni, nem? Jézusom. Hát ez teljesen hülyének néz bennünket. Inkább mást húzzunk. De mit? Nem, gumikezelés, tehát ne magyarázzak már annyit. Vagy inkább erres. Az meg, nem olyan régen erresről beszéltem. Á, de mondjuk ez Kanadára. Jó az! Válok itt már ennyit. Na, erőforrás ere. Aztán kalap, kabát, szevasz, tavasz. Már itt se vagyunk. Tudni? Időmérő. Gyerünk.
Ja, igen, igen, megmutattál az időt, és akkor mondja, hogy a telefonodon légy szíves. Igen, ó, nagyon jó, a telefonodon légy szíves. Ó, kurva anyádat. Júj. Júj. Zalába, persze, persze, Geri. Hogyne. Általános óvoda, bölcsöde, középiskola. Ezek. Zalába mi a helyzet? Hát, amikor általános iskolás voltam, akkor voltak olyan év, hát olyan majdnem évfolyam, egyel, kettővel alattunk lévő között. Ja, volt rá példa. Aztán középiskolában talán ezek úgy eltűntek. Valahogy ez egyszerűen csak így eltűnt. Eltűntek ezek a... Amikor kisebb voltam, akkor nagyobbak volt, hogy beszóltak, simán volt. Meg volt, hogy a kisebbek. Volt, hogy a kisebbek anyjukat. Aztán ahogy ilyen 15-6 éves lettem, onnantól kezdve, ha jól emlékszem, semmi. De se a környezetemben, meg úgy semmi extra. Zala megy, az gazda környék. Békés. Nem, amúgy. Zalakomár. Ismeritek? Ugye. Hát aki ismeri, az... Az ország egyik leghíresebb települése szerintem. Legendákat szoktak mesélni arról a településről. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Megye őr vagy? Zalába? Milyen megye őr? Persze, te vagy a várvédő. Jó van. A párduc. Nézd oda. Tábornok vagy, nem? Miskolcon is láttál már Ferrari, de főúton szigorúan, ja, hát igen. Ejjjjjjj, anyám. Na bazd meg, és ez komoly? Ó, a büdös. Hát Okon azért kapott most egy sallert tőlem rendesen, hoppá, bocsánat. De hát sztoriba voltunk, hát most... Még meg is érdemelte, Okon volt, igaz. Hát igen, minek megy oda? Így van. Ennyi. Ugrottak ki a bokorból. Nem tudom, hál' Istennek az én életemet ilyen 16 évet, ahogy betöltöttem körülbelül, de főleg 18 után. Én azt tapasztalom, hogy hátam mögött ilyen sunnyogósan történnek csak a dolgok. Nem tudom miért. Pedig nincs elrettentő kinézetem szerintem. Nem vagyok Viktor, én nem kopasz a fejem. Nem vagyok kigyúrt. Pax mérgesen tudok csak nézni, az kész.
Ilyen körrel bazdnak. Nagyon jó. Fuck you, kamion! Ja, fuck you! Kamion, come on! Come on, bocsánat, come on, come on. Kamion! Fuck you, kamion! Ajajaj! Szia, Barney! Fú, kamion! Nem ismernek, nem tudom. Hát, nagyon nehéz igazából. Nagyon nehéz. Nem tudom. Erre még nem jöttem rá. Lehet, hogy pont ebbe az időbe lett már divat az, hogy szemtől szembe nem. De egyébként az a durva általában, sőt nem, hogy általában, mindig ez van. Biztos, hogy ismerős a picit átszelleműtök, amit mindjárt mondok. Hogy az esetek nagy részében azoknak szokott problémája lenni, akik ha rendezni akarnák veled a problémát, nem tudnák, mert nincs elérhetőség. Tehát, hogy se telefonszám, se nem vagytok ismerősök Facebookon mondjuk, hogy rád írjon, hogy figyelj már, miért nézel ilyen mogorvá rám? tehát, hogy akkor most így mi van? De nem? Nekem nagyon sokszor tényleg, hogy akivel szint, tényleg egy szót nem váltottál vele, de valami problémája van. Valamilyen érdekes tud ez lenni. Vannak ilyen dolgok. Nem? Biztos kurva élet, hogy tudtok ezzel azonosulni, nem is kicsit, nyakamat rá. És akinek ugye ezek nem állnak rendelkezésére, hát az akkor ki is valójában? Milyen problémája is van? Milyen problémája is lehet valójában? Hát biztos, hogy nem az, ami hangosan ki van mondva. Ja, így van, Sárki. Ennyi. Van. Fú, skacok. Én nem tudom, mi a lószar van, de nagyon gyorsak vagyunk, nem tudom, mi történt. Súlyelosztás, fejlesztés, meg légellenállás. Ez a kettő. Készülök Monakóba. Ja, persze. Ezután az lesz. Ja, az lesz, hát. Hát ez akkor ott kötelező nyerni majd. Ezzel az autóval? Sima liba. Jelzni kell amúgy, mert most attól tartok egyébként, hogy most jön a fekete leves. Tehát az lesz, hogy... Nagyon szigorúan oda fognak verni az ellenfelek, de ez... Hát... Figyeljetek. Én úgy gondolom, hogy nagy mellénnyel most így visszavonulok, aztán... 10. helyen jutunk tovább. Azért oda néz! Gasly! Pierre Gasly! Amúgy Ricardo miért mondogatja ezt mindig Gasly-nak? Miért trollkodik vele? A nevével? Pierre Gasly! Kettyós azért? Ja? Mindenkivel trollkodik? Hát Hülkenberget is mindig elhúzza. Ja. Nico? Hülkenberg! Úristen! Na várjál, most akkor én is kettyós vagyok? Hát akkor igen. Most akkor lekettyós osztál? Bencsó. Hát, ezt nem lehet sajnos félváról venni ezeket a dolgokat. Úgyhogy, hát ez van. Likvidáltam Bencsót. Küldtem hozzá egy fekete Volgát. Na jó, Q2.
Felségárulás! Szidja az elnököt! Úgy van. Ja, a Grand Slam-et össze kell hozni, úgy van. Hol kell beállítani az F122-be, hogyha neked jön az AI, akkor az ő kocsia is érüljön. Az enyém törik, de ők a mellém szállnak hátulra, semmi szájtörés sem más. Komolyan! Hát ki kell lépned a játékból. Jobb kattintás a Steam-en belül, a könyvtáradon belül a játékra. Jobb kattintás és helyi fájlok törlése. Leharagújszható. Az gáz! Az nagyon gáz! Az nagyon gáz! Az nagyon. Honnan tudott ez, Gergő? Mész utána. Nekem kedjél. Nézd oda! Nézd oda! Hogy tudja Gergő, hogy hány szeket kapott? Igen. Annyit. Igen. Azta... Szomorú amúgy, hogy van ilyen a Twitch-en. Az meg. Nem lehet diszkréten moderálni. Mondjuk nem, mint hogyha Bencsót kellett volna amúgy, de... Hát jó van, most hatalommal kicsit visszaéltem, és akkor... Néha kell. Milyen kört jöttünk? De... Ó, hát nem volt ez így kimondva, Bencsó. Á, ugyan! Átlátok rajtad? Ájjajjajjajjaj. Persze. Persze, utólag már! Szegény! Baszki! Csóri! Ne haragudj, Bencsó! Tehát ez van! Rend a lelke mindennek! Hát nehogy már még neked álljon feljebb! Ha én azt mondom, hogy a fekete hajad lila, akkor az lila? Ne ellenkezz! Mit ellenkezel? Nem hiszem el. Egy percig sem mondtam, hogy kettős lettél. Szegény. Sajnos igaza van, de hát... Itt valójában a magatartásbeli problémákat nehezményeztem én. Éjjel, újpesti vagyok, így van. Éjjel az Újpest! Ute! Éjjel! Vamos! Ute! Hoppá. 50 fokos az aszfalt a ringen. Ferrari-nak 4-5 kiállás, úgy van. Azt a kurva. Jézusom. Júj. Hogy fognak ők menni? Gyök kettővel. Azt a... Az nagyon szép lesz. Thank you.
valaki tudna abban segíteni, hogy a Q1-ben milyen kört jöttem? Meg tudnám mondani? Szabi, légy szíves, még ötször írd be a csehetre, amit mondott Bazsi. Legyél vele jó fej. Addig nem fog örülni. 300-at javítottunk? Hát ez nagyon király, egy ilyen körrel? Baszki, köszönöm. Köszönöm. Bazsi, amúgy igazad volt? Így kell! Szabin, megint lehet érzékelni az egyengülés jeleit. Nem jó. Szabit lehet, hogy beállítjuk megint ma a tóba. Zavaros a vize, mint a háborodás. Már nem is számolod, hogy hányszor kaptál TO-t? Én igen. Mindjárt mondom. 45. 45. Nem is olyan vészes. Szabolcs katona elesett. Szépen likvidáltuk. Gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Most Bazsi, azért most... mit érzel? A bioritmusod az most így azért helyreállt, ugye? Jó van akkor. Van az a lényeg. Megnyugodtál. Jó. Jó. Jó van akkor. Gasly 13-6. Hát, gyerekek, nem túl örömteli. Honnan tudod, hogy mennyi volt? Ja, jó. Oké, bro. Na, szép volt, Gergő. Gyönyörű, de tele vagy. Szabi, nagyon el vagy kanászodva, vigyázzál magadra, rátszállok, véged lesz. Kicsinállak. Vigyázz magadra, nagyon... Csóri Bencsó. Még mindig a... Gulágon van? Istenem. Talán azért még a mai nap írni fog. Már lehet, hogy most úgy érte meg ezt, hogy ki lett közösítve. Hát ez van. Valakire néha rászállunk, aztán akkor hát... Ferrari interjúja. Vakon vagyunk a gumikezeléssel. Hát ezzel az a helyzet, hogy nem mondtak újat. Mikor nincsenek? De tényleg, ő konstans, állandóan. Leclerc az, hogy a lágy keményet kap. A stratégián állandóan mindig módosítani kell, tényleg, mindig. Plusz 5, mínusz 5, és a többi. Nem 2, 3 kör, 5 legalább. 5 köröket. Fölfele, lefele. Hol így, hol úgy. De hát ugye Vasször megoldja ezt is majd. Hát ő már nagyon dolgozik. jó van Gergő. Elintézzük, hogy nyugodtan nyírd azt a füvet. Jó, szóljál majd nyugodtan, és akkor röpül a TO. Hogy nyugodt legyen a fűnyírásod. Na jó. Egy utolsó hipergyors kör kell, és akkor megvan a Q3. Perez és Verstappen 15.
Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. And that's just 30 seconds left in the session. Smack, it's not me somewhere. Istálóját bele! Az meg, hogy lehet ez ilyen szoros? Hát ezen most meglepődtem rendesen. Öregem, mi ez? 12 pilóta, 3 tizeden belül azt lehet már mondani. 3 és fél tizeden belül. Hát ez nem igaz. Öregem! Ez szép. Ez szép. De végén, ha nem gondolok arra, hogy de
meg kell váltani a világot, lehet, hogy meg is van ez pont. Bazd meg. Úristen, de szoros. 12. rajt pozíció. Gyerekek, de ebből bármi lehetett volna. Hát itt még a pole pozíciót is össze lehetett volna rakni. Tizenkettedik rajt pozíció. Hát csak ugye most könnyű autóval mentünk versenyen, meg megtankolva azért másabb lesz a leányzó fekvése. Úgy fog kopni a hátulja, mint az állat. Itt ebből bármi lehet. Na, innen folytatjuk akkor, kérem szépen. Jön a Magyar Nagydíjnak a kibeszélője, a főfutama. Úgyhogy innen folytatjuk majd, kérem szépen. Egyből, ahogy vége a versenynek, hát nyilván interjúkat meghallgatjuk, értékelünk, beszélgetünk picit róla, és akkor folytatjuk a versenyen. Hát kemény lesz azért Imolába egyből beugrani az autóba. Ilyen másfél-két órás kihagyással. Hát meglátjuk, hogy sikerül-e megugrani. Közben betöltünk a versenyre, és mérhetetlenül durván föl kell pörögni, mert most egy nagyon kemény verseny vár ránk, ahol ahol a tempunk megvolt, legalábbis sokáig úgy tűnt, hogy bármi lehet, bárhonnan rajtolhatunk, aztán végül lett egy 12. rajt pozíció. Bár lehet, hogy jövünk feljebb, most majd egy picikét. 47 milliót kapott azért, mert meccsembere lett. Nem hello láttam. There and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula 1 tracks as it's driven anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit, and it's only DRS zone. It's time to take a look at our starting grid for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Albon, Perez, Verstappen, Fernando Alonso, Bottas, Gasly, Joe, De Palla, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Norris, Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, Sargeant, De Vries, and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. It's all about De Palma. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems either in great spirit, having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Közepes gumi mindenki. Jó. Hát akkor mi is közepes gumi rajtolunk ez egyet. Hát itt másnak nem is lesz értelme. Így. 49.
azért, mert valaki ünnepel, ünnepel, örül, ünnepel, attól függetlenül nem odafigyelhetne, hogy hogyan és miként bontja a rendet. Hát ez rendbontás, baszki. Tiszteletlen rendbontás. Hát nem, hogy lehet ezt félváró venni? Hát ez, aki ilyet csinál, az sutyó. Ez egy sutyó dolog. Hát mi más? Hát most nem akarok itt megállni rugózni, de látom, nem értitek. Ez egy bunkó dolog. Az én olvasatomban ez egy bunkó dolog. Kész. Hát ez nem is tudom ezt hogyan megmagyarázni. Hát... Mint valami őrült barom állat. Aki szarik bele mindenbe. Mert ő ünnepel, mert ő második lett, és kész. De félreértés ne essék, nem akarom ezt túltolni meg. Is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tyres and brakes. Warm the tyres and brakes throughout the lap, please. Hát most elmész vendégségbe bárhova, az törzúzol, mert téged ér valami pozitív dolog. Valami... Nem feltétlenül magas anyagi ér... mindenkinek más a magas érték. Most valakinek egy kulcstartó megfizethetetlen. Valakinek meg mondjuk 5 milliárd forint a nagyon nagy érték. Hát most egyikbe sem lehet kárt tenni, hát ez figyelmesség kérdése. Udvariasság, figyelmesség, alapvető udvariasság kérdése. Alapvető dolog. Alonso csinált volna ilyet. Akkor ugyanez lenne a véleményem. Most úgy ismersz, mint aki ennyire részehajló, és nem tud elfogulatlanul beszélni. Hát ez szomorú akkor. Nagyon szomorú. Akkor nagyon félre ismertél. Lehet egyébként, hogy valóban igazad van. És tényleg ilyen vagyok, de minden porcikámmal teszek annak érdekében, hogy ne legyek elfogult.
Nagyon szépen köszi, Laca. Condition still looking good. Charge is high, let's use that overtake button a bit more. Szás jó. Biztos? Az igen.
Igen, nem szoktam nevetni. Az abszolút tiszteletlenségen, hogyan nevetnék? Max azon nevetek, hogy hogy lett valaki ekkora retardát. És hogy hányan asszisztálnak ehhez. Mi van? We're looking at some imminent gearbox issues, I'm afraid. Watch out for jams and misgears. Ez durva. Ez nagyon durva. They take the checkered flag then here in Imola in what has been another outstanding Grand Prix. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Hát, ne szórakozzunk már. The history is well known, so it's no surprise to fans. Ne már. To see them come out. És akkor Leclerc nyer. Hát de gyerekek, harmadik meghibásodásunk. Ez hányadik rajdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hetedik. Hetedik! Atya úristen! So let's review the updated driver's standings. George Russell takes the lead in the Drivers' Championship after today's superb result. After an incredible day of racing, who is your driver of the day? Max Verstappen seemed to just effortlessly lead through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. No change in the top spot, but with today's points, hát azért nem voltunk olyan rossz helyzetben szerintem. Ferrari have improved their position. Hát nem lett volna ebből dobogó valószínű normál körülmények között, mert nagyon szétszakadt a mezőn, de hogy egy, nem tudom, ilyen ötödik, hatodik el lehetett volna egy alávágással. Szépen nyugodtan, nem is kakaskodtam senkivel, mondom, aki megelőz, menjen. Vagy aki nagyon akadékoskodik, az menjen el. Hát öregem. Na azért ez így. Az meg. Hát ez most elég mélyütés. Hát ez most azért fáj. Ez azért fáj, mert 7 nagy díj alatt 3 meghibásodás. Hát azért az úgy nagyon korrekt. Nagyon korrekt. És ugyanaz történik, mint amikor legutóbb az Alpinnál voltunk. Konkrétan menekültünk az Alpintól. Emlékszem tisztán, menekültünk! Elüldöztek! Ez mi? 80%-os váltó? Ez mi? Hogy az istálóba? És akkor ez robban le?
Na, ne vicceljünk már. Mi a szar? Ne már! Úristen. Gyerekek, ez nagyon durva. Ez elképesztően durva. Most ezzel így mi a szart lehet kezdeni? Én lehet, hogy vissza fogom nézni ma adás után azt, hogy milyen karrierbeállításokkal kezdtük a Mighty Mesh karriert. Mert most jelenleg úgy vagyunk beállítva, hogy a meghibásodás az standardon van. Hát baszki. Ez... négyszer estünk ki. Ebből három motorhiba. Hét darab nagydíj alatt. Hetes. Négy nagydíj tudtunk befejezni erőből. És volt tempó. Gyerekek, gondoljatok abba bele. Itt megvan a pole pozíció, vagy egy ötödik, hatodik hely. Mert benne volt. Benne volt, baszki, egyértelműen benne volt. Araboknál ez megtörtént. Pole pozíció. Versenyen meg... szevasz. Alacsonyra volt állítva? Ez biztos? Skull. Aha. Rosszóben ez a harc a bajnoki címért? Lehet. Te vagy Rosszóben amúgy, Levente? Az itt a legnagyobb probléma. Kurva életbe vele. Hát ez így. Most attól még, hogy Norris ezt megcsinálta, baszki. Hát most egy udvariatlan... puta hülye gyerek, hát ennyi. Ő ilyen, ezen a szinten van, ezen a téren. Őt ez nem érdekli, ő ennyi. Neked ez sokat jelent, ez fontos dolog. A kérdés az, hogyha te ezt elmondod neki, hogyha valahogy a tudomására hozod, akkor ez hogy reagálja le? Kinevet? Képedbe röhög? Vagy azt mondja, hogy totál megértelek, ne haragudj, bocsáss meg. A kérdés az, ezt hogy reagálja le? Ez tipikusan az, bazd meg, mint amikor valamelyik országban a többnejűség elfogadott, normális dolog. Nekem meg Jézus már kiráz a hideg tőle. Úristen, hát ez micsoda dolog. De marhára tiszteletbe tartom, hogy más országban például a tököm tudja, kiket üldözik meg miket, meg hogyan csinálnak, meg milyen dolgok vannak. Teljes mértékben tiszteletbe tartom. Ő neki ez ennyit jelent, ez ennyit ér. Ennyi. Hát most ez szerintem nyugodtan nem tetszhet bárkinek, vagy ha valakinek ez tetszik, hát szegénységi bizonyítvány szerintem, de én úgy gondolom, hogy itt maximálisan meg kell érteni azt, hogy ez már pedig valakinek, ha rosszul esik, akkor ez tök normális dolog. De valaki meg ezt nyilván azt is meg kell érteni, mert most ez figyelj, ez valamelyik családban az a módi, hogy mondjuk a vasárnapi ebédnél úgy ebédelnek, úgy ebédel együtt a család, hogy pakkancs az asztalnak a közepén van. Hát az a szokás, kész. Neked lehet, hogy ez tiszteletlen, ez szar, meg ez úristen, de ez baszik, ez benne van. Igazából simán benne van, nem? Hát ez totálisan. És akkor így szerintem kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. És akkor talán egy vér nem nagyon fog folyni. És nem csapunk át ebbe nagyon trendi mondatot mondok sajnos. Ki fog ficamodni a nyelvem. És akkor nem megyünk át ebbe az úgynevezett, ebbe a hihetetlenül PC magatartásba, ugye? Ezáltal.
És hogyha valaki a szemére hányja, hogy ez neki rosszul esett, ez tiszteletlen a hazájával szembe, hát az meg, akkor ez van, kész. Hát tiszteletbe kell tartani, ez itt nem módi. Ez itt nem módi, valahol nem módi az alkoholizálás, valahol meg igen. Tiszteletben kell tartani, hogy ott rózsavíz van, ott azt isszuk, csak azért is nem csempészünk be valódi alkoholos pezsgőt, hanem az meg tiszteletben tartjuk. Ez ilyen. Hát a kérdés, oké, hibázott, rendben, felhívjuk rá a figyelmet, esetleg írunk neki mondjuk, csinálunk egy videót, elküldjük neki, hogy hello, nekem ez nem oké, ezért meg ezért, hát ez így mi a szar, te normális vagy? És akkor ő meg erre vajon hogy reagál? De ha kiröhög, hát akkor van baj. Az akkor van a valódi baj. Akkor van szerintem óriási. Nagy probléma. Na. A helyzet a következő. Fejleszteni tudunk-e? Ez itt a nagy kérdés. Megtörtént. Elkészült a motorfejlesztésünk, csodával határos módon. Hát itt minden nagy díjon kapunk egy raklampi fejlesztési bónuszt, csomó kártyát kapunk, de... az kell ennyi. Igen, így van, Punk. Így van. A Red Bull nagyon taktikusan csinálja ezt. Így van. Verstappennek konstans győznek, Perezzel meg mindig elalibizik az eseményeket. És ugye hát most Verstappen az, hogy az élem megy, hát annak az nem izgalmas, nem szerepel a... nem szerepelnek a közvetítésbe konkrétan. Öregem, nem tudunk fejleszteni semmit. Hát akkor jó. Akkor ez van. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend.